Felállványozott fal látványa fogadja a bátaszéki polgármesteri hivatal udvarába érkezőket. A munkát két hete kezdték el, a külső és belső homlokzatot, valamint az épület falainak burkolatát is felújítják. Előre láthatólag két héten belül végeznek a szakemberek. A polgármesteri hivatal 2007-ben volt utoljára renoválva. Az elmúlt 13 év egy kicsit megviselte már az épület homlokzatát, és úgy ítéltük meg, hogy ez feltétlen szükséges az állag megóvás érdekében. A munkálatok jelen pillanatban már zajlanak is, terveink szerint egy két héten belül be tud fejeződni a külső homlokzat felújítása. Minden év elején a költségvetés összeállításakor elkülönítenek egy nagyobb összeget a hivatali épületek karbantartására. Idén az önkormányzat épületén kívül még két hivatali fenntartású ingatlan renoválását tervezik. Az előkészületek már zajlanak, és az alapanyagokat is megvásárolták. Emellett természetesen más önkormányzati tulajdonú épületek felújítása is meg fog történni ebben az esztendőben, hiszen a döntésünk értelmében a Budai utcában a gondozási központ épületi tetőszerkezetét, valamint a gyermekorvosi épület tetőszerkezetének felújítását is el fogjuk végezni. Úgy tervezik, hogy ezeket a munkálatokat szeptember végéig be is fejezik. A veszélyhelyzet időszakában ugyan át kellett gondolni a költségvetést, de ezek a feladatok továbbra is prioritást élveztek. A polgármester szerint fontos, hogy a hivatal elsőre jó benyomást keltsen az emberekben.